A szövetkezet igazából 1955. június 27-én alakult. 59 évig szövetkezeti formában gazdálkodtunk, de rá kellett jönnünk 59 év után, hogy talán egy más gazdasági forma számunkra előnyöket rejt. Ezért 2014. november 30-ával átalakultunk KFT-vé, azóta KFT-ként működünk. De azokat a szövetkezetre jellemző dolgokat megtartottuk, tehát ugyanúgy működnék, mint hogyha szövetkezeti formában maradtunk volna. Tudni kell rólunk, hogy jelen pillanatban több mint 5000, majdnem 5500 hektáron gazdálkodunk, a alaptevékenységgel foglalkozunk, főleg növénytermesztés, állattenyésztés, állattenyésztésen belül a szarvasmarha tejvállománya legjelentősebb, sertéstenyésztéssel foglalkozunk, biogázüzemet építettünk, termés integrációval foglalkozunk, tehát alapvetően alaptevékenységeket folytatunk már nagyon régóta. Ezt szeretnénk későbbiekben is folytatni. Igaz, volt nekünk egy nagyon mély pontunk 10 évvel ezelőtt, amikor nagyon fontos döntéseket kellett hoznunk, hogy hogyan tovább. Ekkor döntöttünk nagy léptékű fejlesztéseken, aminek elsődleges célja volt, hogy amit mi meg akarunk hagyni, különösen az állattenyésztésből a tejelő szarvasmarhát és a sertést, azokat fejlesztjük, elsősorban a szarvasmarhát. Voltak még egyéb ágazataink, amiről lemondtunk annak érdekében, hogy legyen miből fejlesztenünk a megmaradó ágazatokat. A Helvéciával több mint 12 évvel kezdtünk el foglalkozni. A Helvécia egyértelműen segítség volt nekünk a 10 évvel előtti mélypontból való kijövésben, mivel sok mindenki bizonytalannak érezte a cég jövőjét, ezért sok beszállító úgy döntött, hogy már csak készpénzre szolgál ki bennünket, a Helvécia továbbra is bízott bennünk. Az, hogy az eredmények azóta nagyon sokat javultak, nagyon sok tényezőtől függ. Mi akkor olyan helyzetben voltunk, nem tudtuk, hogy mit hoz a jövő, de azt tudtuk, hogy előre kell menekülnünk, fejleszteni kell, olyan mértékű beruházásokat hajtottunk végre, aminek nem láttuk a végét, hogy meg tudjuk-e csinálni. Mai szemmel azt látjuk, hogy ezeket meg kellett lépni, ez hozza az eredményt. Először csak a feltételeket tudtuk biztosítani, ezt követően azért próbáltuk a feltételek mellett a genetikát, a szaktudást, az elkötelezettséget, itt a dolgozók, illetve a szakemberek részéről, azért is, hogy most eljutottunk odáig, hogy az eredményeink is azt mutatják, hogy érdemes volt ezen az úton elindulni. Azok az eredmények, akár a Helvéciával is közösen értünk el, hogy a mi fejlesztésünk eredményeként nem lehet egyértelműen kimondani, hogy mi volt az, ami idáig vezetett az úton, de biztos, hogy minden részlet hozzájárult. Hozzájárult az, hogy jó volt a genetika, jó volt a technológia, jó volt az input anyag, és nekünk azért sok teendőnk van még abban is, hogy az általunk előállított takarmányoknak a minőségét úgy tudjuk megőrizni, hogy az állatoknak bármikor adjuk oda, attól tudjanak az állatok termelni. Tehát ez a filozófia igazából évek során végigkísért bennünket, és az eredmények ebben az évben már, amik látszanak, és lezárva a 2016 évet, az látszik, hogy a cég fennállása óta olyan eredményeket tudunk elmondani, ami eddig nem volt. Itt különösen a tejtermelésben, amikor túléptük azt a bűvös határt, hogy több mint 10.000 liter tej van a 305 napos laktációban, illetve van egy olyan Holstein-frízes kimutatás, amiben a tejelőmarhák, az üszők vannak benne, és a top 100 Magyarországon lévő 100 darab legjobb állat közül 9 itt van nálunk. Itt van nálunk az a magyar tarka tehén is, amelyiknek az életteljesítménye ez évben elérte a 100.000 litert, és még él ez az állat. Ez egy külön büszkeségünk, hogy a magyar tarkákat egy részét megőriztük. Olyan eredményeket tudtunk velük elérni, ami közelít a Holstein-Fries állományhoz. Onnantól kezdve, miután ugye a 2000 körüli létszámmal megindult ez a központi telep, akkor mindegyikünk rá kellett, hogy jöjjünk, hogy magas szintű tejtermelés, tehát a 10.000 liter körüli laktációs átlagot nem lehet csak szuperminőségi takarmányokkal előállítani. A genetika ugye itt volt, a Holstein Fries
fajtán belül ezek képesek potenciálisan 10.000 liter fölé menni, de nagyon jó minőségű, főleg tömegtakarmányok nélkül nem. Na most nekünk, mint mondottam, a takarmánytermelő területünk az adott ehhez mindenféle olyan dolgot, tehát a lucernát, a füvet, a rozsot, a kukoricát meg tudjuk termelni olyan mennyiségben, amilyen szükséges ilyen tehénállomány részére. Viszont az elmúlt, hát a régebbi években főleg ezek a szenázsoknak a minőségével, illetve néha-néha a kukorica siló szilárd minőségével is voltak problémáink. Most ezt felismerve, hogy tényleg csak szuper minőségű anyagokat szabad a tehénnek odaadni, mert hiszen akkor marad egészséges, és akkor tud kellőképpen nagy mennyiségű tejet termelni. A növénytermesztési ágazatot felszerelte a cég ehhez szükséges új eszközökkel, tehát szecskádógépeket, szállítóeszközöket, talajművelőgépeket, mindent értve ez alatt. Nagyon korszerű gépek működnek mostanság már ez irányban, és hát ennek eredményeképpen példának mondhatom, hogy a tavaly évben lucerna szenásból nagy tételt, ami 2000 tonna fölötti tételt jelent egy-egy alkalommal, például 24 fölötti fehérje tartalommal sikerült betakarítani. Amióta a Helvéciával együtt dolgozunk takarmányozási szempontból, egy nagyon konkrét, nagyon szorosan vett állandóság lépett fel a takarmányozásunk terén, és hát a Helvécia, mint takarmány, tulajdonképpen az is értékelendő, mert legfőképpen akkor, amikor még a saját takarmányaink minősége nem mindig érte el azt a szintet, amit kellett volna, egy jó minőségű, tulajdonképpen energia, illetve fehérje pótlás a Helvécia takarmányon keresztül, az egy biztonságot jelentett a takarmányozásunkban, és néha-néha bizony, amikor elkövettünk hibákat, akkor valószínű, hogy ennek a használata, hogy mondjam, kijavította ezt a hibát. Még egyszer mondom, a legfőbb dolog, amit én látok ebben, az a rendszeresség, amit minden befejezés után, ugye megvizsgálva a készleteket, laboratóriumi vizsgálatokra alapozott számításokat végzünk, minden egyes ilyen alkalommal körbejárjuk a telepet, nem csak a tejelőtelepet, hanem a növendéket is. Mindent legalábbis végig próbálunk nézni, és levonva a konklúziókat ebből egy olyan takarmányozási szisztémát valósítunk meg, ami hozzásegít ahhoz bennünket, hogy itt naponta a csúcson mondjuk megközelítsük a 60 000-es átadott tejmennyiséget. Azoknak a feltörekvő gazdáknak lehetne ezt ajánlani, akik ugye sokkal többet akarnak termelni, olcsóban akarnak termelni, és fejleszteni szeretnék az állományokat, akik megfelelő mennyiségű földdel, takarmánytermelő területtel rendelkeznek.